Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit a keletitől. Most minden nap, szinte minden nap erre járok, meg rengetegszor az elmúlt 10 évre szálltam itt lemeg fel a metróról, de erről még nem csináltam videót. Van mindegy kis érdekesség ezen az állomáson. Ezt mindjárt megmutatom nektek. Itt van ez a szakasz, ahogy be van rendezni a metró építése egy ilyen kis mini múzeum, és hogy itt nem tették fel a burkolatot, hanem így látszik az eredeti alagút szerkezet. Mutatom itt mindjárt nektek, itt van. És itt metró építéstől raktak ki képeket. Hát ennyi látszik a bengáli villamos, ahogy itt a forgalom fenntartása mellett az aluljárót is tudták építeni. És ezt milyen jól megoldották. Ez például a Blahán van, akkor még járt a 44-es, meg ott a villamos a Rákóczi úton, 44-es viszonylat főleg. És a bengáli villamos az itt simán átmegy, és akkor ideiglenes ilyen hidakon, stb. Megoldották. Sőt, úgy az Asztóriánál egy vasúti hidat vittek oda, és azon. Hát egyben egy másodra elmondtak, a vasúti hidat adtak oda, és ugyan. És itt különböző szerszámok adott, amivel a metrót építették. És ugye a másik oldalt is megmutatom. Néz ki maga az alagút szerkezet. Ugye ez akkor, amikor a metrót átépítették, a kettes metró felújítása, akkor, amikor magát ezeket a burkolatokat is cserélték, akkor alakították ezt ki úgy, hogy ezt meghagyták, ezt az egy elemet látszik, és itt rendezték be ezt a kis mini metró múzeumot. És akkor még ezt megmutatom nektek itt is, ahogy metró építésekről. És hát itt meg ezek a szerszámok, amikkel építették a sínszálok, a leerősítések látszanak, és ez pedig nagy fúró. Hát még amikor nem fúrópajzsal dolgoztak, hanem ilyen kézi szerszámokkal, akkor... Tehát ez eredetileg így épült a metró. Itt van a háttérben az Ohi, és ő is videózik, csak próbáljuk egymást nem szabadni. De akkor... És akkor itt csak ennyi van, a történetéről van. Hát itt ez az érdekesség, itt látszanak a mélységi adatok, hogy... És itt a érdekes, hogy most vagyok itt a keletinél, és itt a stadionokig nagyon meredekre emelkedik a felszín közelébe. Mert a stadionok az már ugye az egy kéregállomás, és utána még a Pillangó utca előtt feljön a felszínre. És itt a Pillangó utca még nincs benne, ez egy utólag betervezett megálló volt a Pillangó utca, az akkor nem is volt. Bár az Asztória meg rajta van, és azt is utólag tervezték be. Érdekes. Egyébként meg a ilyen sablonállomás, tehát egy mozgó lépcső, ami a kiáll, a másik mozgó lépcső át lehet szállni a 4-esre, és ennyi. Egyébként az ilyesabban állomás. De meg is tudhatom, itt vagyok a keleti pályaudvaron. Ez meg a másik érdekesség itt, ez a mozgó lépcső. És sokáig egyébként nem is volt használva ezt, amikor 4-es metrót átadták, akkor építették. És bár azt hiszem, hogy előtte is volt, bár arra én nem emlékeztetek, mert akkor még hol voltam én meg ezt környékétől. De hát amikor még a metró építés előtt, amikor még a nyitott aluljáró volt a keletinél, akkor ez is működött. Igen. De azt nem tudom, tehát eddig még képet sem láttam, hogy az milyen volt akkor. Hát akkor mivel úgyis a 4-es metróra akartunk átszállni, úgyhogy akkor megyünk is erre. Ezen a mozgó lépcső fel, és akkor ez a videó az ennyi is lett volna. Akkor köszönöm, hogy végignéztétek, és akkor tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni. Itt van Zoli is, úgyhogy köszönjük a nézőknek. Ja, igen, tehát most megint egymás videózzuk. Már csak Mikári hiányzik, de tényleg megvarcsi. Úgyhogy akkor ennyi, akkor. Tschüss.